Nos, kacok, szevasztok, üdvözöllek titeket újra a Half-Life végigjátszásomnak immáron, ha jól emlékszem, 7. részében. Így van. És... ja, megy a felvétel, nincs semmi gond. Akkor haladjunk is tovább. Ez gondolom ismerős mindenkinek. Így van, és most tűnünk innen, de nagyon gyorsan. Mégpedig idebe. Itt megvárjuk, még a figura beszalad ide, mert ha minden igaz, utánunk jön. De ha nem, engem az se zavar. Gyakorlatilag itt az lenne, hogy mi simán el vagyunk itt bent, ő meg megpusztulod kint. Ennyi lenne az egész, de ez most nem történt meg, hanem... így van. Meg is érezte a figura, jól van. Ezzel szereztünk egy új fegyvert, amit még nem használnék annyira, mert ilyenkor még kevés a lőszer benne, de megijedtem tőled. Igen, igen, azt fogom csinálni, csak most... hagyjál békén. Elég távolra ellát különben ez az automatikus célzás. Sörétes. Na, meg se érezte a figura. Mi az, hogy te tudsz rúgni, én meg nem. Ezt nem nagyon kéne használnom igazság szerint. Ó, még gránát is volt hozzá. Oké, bár használjuk, ha már van. Annál könnyebb dolgom van ezzel szemben. Annyi, hogy mindjárt elfogy. De semmi gond. Töltjük ezt újra, ebben most több van úgyis. Ott bent pedig van egy hasznos holmi, amit úgy fogok megszerezni, hogy kiengedem ezeket a kis ördögöket. Remélem, hogy az összes kijön. Ha nem, akkor is megoldjuk. Üveg mögött vagyok ezek szerint. És nem is semmisültek meg sokan? Gondolom csak az, aki itt volt mellettem. Nagy örömömre egyébként megint katonát hallottam. Emlékeztek egyébként a kis dögökre a Brutal Half-Life-ban, akik fegyverként is használhatók. Gondolom. Őket itt is meg lehet szerezni. És innentől elvileg könnyebb dolgunk lenne, de én még nem fogom pazarolni őket. Teljesen felesleges ellőni ilyenkor még. Nem tudom most melyikünk a nagyobb célpont. De olyan... ügyes egy karakter vagy néha Gordon. Simán nagyon lőhettük volna már az első körben őket. Nem, ő még egy kicsit szenved. Na mindegy, ez nem akkora nagy hiba részemről. Mondjuk az életerőm jól megcsökken miatta. Aha, igen, ezt ismerem már. Új fegyver, megint erre nem nagyon van szükségem, de minden esetre jó, hogy van. Őszintén megmondom nektek, ezeket a fajta fegyvereket, amik így vannak, hogy falra kell ragasztani, elég ritkán használom a játékban. Ez az, pontosan így akartam, hogy történjen, mert ez most simán el fogja intézni őket.
sőt, még segítek is neki. Megvagy, barátom. Segítettem neki, hogy utána én nyírhassam ki. Valamint ezzel ugye lőszert spóroltam. Megszereztem is pluszba. Úgyhogy azt kell mondani, jól jártam. Remélem jól esett. És most érkeztünk ahhoz a részhez, hogy kiengedem a tudósokat elvileg. Nem, még nem. Még meg kell tenni előtte valamit. Jó tanács, ezt itt hagyjátok ki, ezt a részt, mert itt van egy érzékelős bomba az egész mögött, és felrobbantok a viharba. Na, elvileg. Még nem erre kell menni. Hadd ugráljanak. Majd visszafelé tisztogatom az utat. Hát, nem ide kell jönni, de semmi baj, ez igazság szerint jó ez így nekem, hogy ide jöttem, mert fel tudom tölteni a hevruhámat. Oh, hello. Egy kicsit kell csak rávezetnem különben a célkeresztet, többit már a játék intézi. Engem lőnek, mikor szétszedik őket. Remélem sikerül is nekik. Ha nem, akkor majd segítek a dögöknek egy kicsit. Na, intézzük közben a lézersugarakat. Meg se érezte a koma. Jó, meg vagy. Haladás, gyerekek. Húzok innen. És túltöltötte. Pedig mondta neki a prof, hogy ne csinálja. Az igen, micsoda. Koponya hegy lett itt. Később jól fog jönni ez a fegyver amúgy, de most egyelőre azt mondom, hogy csak félreteszem. Hogy nézelődjek csak. Ejj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 
Akkor a lövedékét is szereted magadban érezni. Oké, lőszer az előző fegyverünkhöz. Egy aktivált vacak. Igen. Én túlélem, te nem. Nem tudom, mit kötekszetek állandóan. Oké, minden így megvan, ugye? Ja. Akkor most szokásos eljárás. Hogy ne tudjon az lecsukódni teljesen, szépen odatolom a dobozt. És most a lézerrel kinyomatom a falat teljes mértékben. Ez az. Na most kell ügyesnek lennem, úgyhogy... Hoppá, majdnem. Wow, ez nagy sérülés lesz. Hát majdnem nagy lett, de ez... Egész jól sikerült, hogy azt mondjam. Közben hadd töltsem fel az életem. Na, a másik. Ezt a cuccot ki kell kerülni. És pont úgy megállítani, hogy a professzorokat el tudjam hozni, vagy legalább egyet. Három lehetőségem van, mint láttátok, de ebből egy is elég. Ugyanis mindjárt ott vagyunk annál a zónánál. Nem erre kell jönni. Hanem erre.
Gyere, le ne maradj. Egyébként onnantól, hogy olyan helyre kerülünk, ahol van valami dög, mondjuk, ő megfogja, bepánikol és visszarohan idebe. Persze, hogy tudom, csak gyere már. Na töltsek újra, nehogy valami sikeresen megtámadjon minket. Szóval még az a mázlom, hogy töltőzóna után is folytatja az útját, mert egy régebbi, hoppá, nem erre kell jönni, egy régebbi verzióban volt olyan, hogy gyere már, hogy ha nem vitted megfelelően közel a töltőzónához az illetőt, vagyis a professzor urat, akkor cseszett jönni. Ide fejrák. Gyere, nem magyaráz össze-vissza. Hát te hülye vagy. Gyere már. Nem igaz, hogy te vagy Eli, és akkor ennyire betoi vagy. Legalábbis őre hasonlít, fiatalabb bényére. Te oda menj, légy szíves, kösz. Kösz. Maradj csak. Nem kell nekem a segítséged idekén, mert elég durva dolgok fognak következni, amiket csak egyedül tudok legyőzni. És úgy nézem, itt már mentek a tudós kivégzések. Jó, ez lerobbantva. Aha. Hát próbáljak ki valamit. Ja, hogy nincs gránátom még, akkor hagyjuk. Itt azt akartam kipróbálni, mert emlékeim szerint, hogyha az alappal játszatok, akkor a gránátdobás annyira jól működik, hogy szimplán feldobjátok, és ezt megérzi a fegyver is. Semmi baj. Vissza is lett töltve az, amit leszívott. Ez az. És akkor most... Miért kell ilyen gyorsan becsukódnod? Hogy én mennyire gondoltam, hogy lesztek itt? Kell még a... Ne rejtőzködj ennyire, nincs semmi baj, csak kivégezlek, amiért megtámadsz. Hoppá! Na szép volt. Mondjuk élvezetesebb látvány lett volna, a levegőbe robban. Van még itt élettöltő, de nincs rá szükségem, szerencsére. Még jól állok. Na ezt a jelenetet ismeritek. Itt én nem szórakozok, szépen leugrok ide. Cápival se foglalkozom, meg cápalival se. Nem, egyszerűen berohanok ide. Őt pedig úgy végzem ki, hogy... Ennyi. Oké, akkor itt most csak gyors mentés fog következni, amint megnyomtam a gombot. Remélem. Ez nagyon rossz irányba repült el. És... sikerült. Jól van, skacok. Na most, ami kell, az, hogy nagyon ügyes legyek. Nem úgy emlékszem különben, hogy bármelyik fegyver is működne a víz alatt, szóval a Half-Life itt nem egy kegyes ezen a részén a dolognak, de van 92 HP-m. Itt jön a hátam mögött. Te! Hát a franc vinne el, mikor éppen dolgozok. Fú. Oké, ide megpróbálok kiparkolni. És...
Bejön a dolog, bejön, csak hova lettél? Látjátok, mondtam, ez nem működik víz alatt, viszont mennyi maradt ebbe? Pont most van kiválasztva. Hát ahhoz elég, hogy meggyilkoljam, szóval vágjunk bele az actionbe. És siker. Jó. Ez az, most lefelé, de nagyon gyorsan. Megint ki kell nyitnom ezt a vackot. Amennyire csak tudom. Kibírod, Gordon, még ha elkezdesz fulladni, akkor is legyen nyitva ez. Hey! Hey! Nem mondod komolyan. Megfulladok, mert bebagolt. Ekkora hülyeséget. Na mindegy. Hey! Azt a rohadt élet! Az előző bagolás miatt ez most nagyon rosszul sült el az egész téma. Rohadjon meg. Takarodj! Nem érted, hogy nincs elég életerőm ehhez a munkádhoz. Nem, 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 mennyi nem. Fúj! Fúj! Nagyon jó. Oké, hogy ezt ne kelljen még egyszer átélnünk. Gyors mentek itt azonnal. Oké, úgy néz ki, lesznek még itt szívások, annak ellenére is, hogy nem a Brutal Half-Life-ot játsszuk. De viszont most van időm arra, hogy lecsavarjam ezt a vackot rendesen. Vagy nincs. Akkor ússzunk át nagyon gyorsan, Gordon. Ez az. Jó. Viszonylag még jól megúsztuk. Tűnjünk innét. Grafikai bug itt is van. Most jön a nagy katonás rész. Amit annyira imádok. Ővelük nem foglalkozom most. Lőszerpazarlás lenne, ami azt illeti. Ide viszont ügyesen átjövök. Hello! Szia barátom! Szeretnél valamit? Erről ennyit. Én még jól megúsztam, ő meg meghalt. Oké. Haladjunk is akkor innét tovább szépen, nincs semmi gond legalább. Legalább csönd van, amíg itt csinálom a dolgomat. High voltage. Erre kell haladni. Nem, de. Erre hát, és itt várnak a meglepetések mindjárt minket. Szóval, oh, nem pont rátok gondoltam, de úgy néz ki, itt van headcrab is a homok alatt. Rátok se. Nem most látjuk utoljára őket különben. Mi alapon követsz engem? Azaz, remek. Szuper vagy, de hagyjál békén. Ezt kivégeztem. Na. Jó irányba haladok én egyáltalán?
Nekem nem úgy tűnik. Innen jöttem ki. Pedig... ezt a férget ezt nem tudom elintézni, ebben biztos vagyok, erre 100%-osan emlékszem. Na, lehet, hogy megvan az útvonal. Aha. Egy aláaknázott útvonal, de megvan. És már ez nem elég, a katonák is itt vannak a környéken. Ez jól esik neked, hogy én nagyon lőlek. Vagy adj helyen. Én itt most gyakran mentek pontosan ezért, mert itt az aknák helyét nem igazán tudom behatárolni. Tudj, Gordon. Jó, bent vagyunk. Nem jó. Nem jó. Ki kell ugrani innét. Na, várjatok. Guggolóugrásba ki lehet. Ugye ez volt az ügyessége a Half-Life-nak, ez a guggolóugrásszerű mutatvány. Most viszont jó helyen vagyok. Na, ennyi van ebbe. Ezt nem is pazarlom inkább. Ja, kösz. Szép mutatvány volt. És rossz helyen vagyok. Na, oda nem is megyek. Bár... hol kell ezt a vackot kinyitni? Valahol volt egy csapocska. Nem jó. Nagyon nem jó. Itt ugye akna van, akárhova lépsz. Na, itt ha kimegyek. Hát az aknát talán kikerültem, de azt kell, hogy mondjam, valahogy úgy érzem, hogy nem vagyok jó helyen. Várjatok csak. Erre visszamegyek, mert erre nem biztos, hogy voltunk. Nem hát. Most vagyunk azon a helyen, ahol ki tudom nyitni ezt a vackot. Ezt nem tudom, hogy sikerült elkerülnöm. Mindegy. Itt vagyunk. Gránátot dobsz, vagy bejössz? Az egyik gránátot dobott, a másik bejött. Ez gránátot fog dobni, vagy bejönni. Nekem úgy is jó. Na. Szétrobbantja a társa hulláját. Nem baj, én most töltök egy fegyvert. Minden életet mondtam, pedig abból maxon vagyok. Nem tudom, honnan lettél itt, de rohagy meg. Aha. Ide nem akarok bemenni, máshol is tudom tölteni az életem. Okay. Elfordítottam azt a vackot, mehetünk innen a viharba. Itt föl mindenképp. És most fogok csinálni még egy ilyen F6-olást. Majd ügyesen beugrani, és... túléljük. Nem örülök neki, de túléljük. Ekkorát zúdulni. Még Gordonnak is fájt szerintem. Pont rossz helyen estem hatalmasat. Nem dugom ki az oldalam addig, amíg nincs megoldva a helyzet. Thank you.
Talált? Talált, hát. Az is ott lent megvan. Valamivel tisztában az utam. Viszont ezt kihasználom, hogy van nálam. Vagy előbb ezt használom, mert úgyis lesz belőle még bőven. Ez egy erős fegyver, ilyenkor nagyon jól jön. Hoho! Majdnem leestem, ami azt illeti. Na lássuk csak. Itt kell most lecsúsznom, de mivel kevés az életerőm, lehet, hogy bele is halok. Ha ez nem, akkor majd a katonák végeznek velem. Bár nem, mert úgy néz ki, ezt kivégeztem az egyiket. A másik még itt lehet attól független. És itt is van. Ez a beszéd. ...75-re fel vagyok töltve, az azért már valami. Hol vagy, koma? De sokáig kergettél. Gyorsan elintéztelek, mi? Oké, F6. Nem, hogy leessek, csak úgy hirtelen, tudjátok. Mert ha itt még fel is tudok ugrálni hibátlanul, akkor még a létránál jó németes kiejtéssel létra, ott még lehetnek hibák, amiket védhetek. És simán leeshetek. Ú, de megijedtem egy pillanatra. Na, még egy valami vissza van. Kis öregeit megpróbálok kiszúrni. Figyeljetek csak. Na, nem így gondoltam. Régebben valahogy meg tudtam csinálni azt, hogy félreugortam, és a kis öreg kiugrott. És egyenesen le a mélységbe, tehát ki lehet játszani ezeket a szörnyikéket is. Oj. Na, innen most hogy fogok kikerülni? Szokásos hibák. Quick save, és megint jöhetünk a létrától, mi? Kedves játék, imádom a hibáidat. Főleg mióta ezt a Gold Source újítást így bevezették, azóta van jelen ez a hülyeség. Szia! Na, ezt akartam az előbb megmutatni. Oké, itt Quick Save már csak azért is, mert ugye az előző mutatványt nem szeretném megismételni. Oké, jövök a szélén. Közepén, nem szélén. Jó, most minden oké. Persze a zene újraindult. Na. És mi innen fogjuk folytatni szerintem a kalandjainkat. Úgyhogy én egy gyors mentés után, vagyis nagy mentés után ránézek az időre. 29 perc. Ez most így jól jött ki, úgyhogy büszke is vagyok. Innen fogjuk folytatni. Remélem tetszett. A következőkig pedig legyetek jók. Sziasztok!